Sziasztok, Varga Tibor vagyok, ez itt az autóvizsgálat.hu. Sokan kértétek, hogy reagáljunk akár így videó formájában pár hozzászólásra, ami a csatornánkra érkezett. Ezután tervezzük ezt havi rendszerességgel bevezetni. Kiválasztunk pár érdekes hozzászólást, ami a különböző videóinkra érkezett, és azokat nem írásban, hanem ilyen formában, videóban megválaszoljuk. Az első hozzászólás a Priusos videóra érkezett. Egyébként ott rengetegen hozzászóltatok, ezután is köszönöm. Na szóval, látszik, hogy utálod a japcsi autókat. Mondjuk senkinek sem lehet ugyanaz szimpatikus, én például egy szót se tudnék egy német autóról mondani, mert mindet utálom. Így megértelek, pedig én se nem utálom a Priuszt, se nem imádom. Annyira szar nem lehet, a világ minden táján annyian használják millió kilométerrel. Megjegyzés, nem vagyok Priuszos, sose volt, és nem is akarok, de ennyi ember nem tévedhet. Mondjuk, ember szeretem a hibrideket, inkább az lehetett, hogy nem szereti a hibrideket, inkább egy D4D vagy VVT-i. Na szóval, valamiért, ezt is sokszor elmondtuk a videóinkban, valamiért az emberek mindig csak nullában, 100%-ban tudnak gondolkodni, imádunk vagy gyűlölünk egy-egy típust. Itt a hozzászóló arra gondol, hogy itt utálom a japán autókat, egyáltalán nem utálom, csak pont ugyanúgy kezelem, mint bármilyen másik autót, egyetlen egy típus sem imádok vagy gyűlölök egyébként. Ő viszont mindenképpen gyűlöli a német autókat, hiszen ugye ezt ki is fejezte itt a hozzászólásban, hogy ő neki még véleménye sincs róla, annyira utálja őket. És ugye azt írta, hogy annyira szar nem lehet, hiszen nagyon sokan használják a világban a Priuszt millió kilométerrel. Igen, ez igaz, mert minden más autót is annyira sokan használnak, tehát ennyi erről minden autóra mondhatnák, hogy milyen népszerű, hiszen hát annyian használják. És ugye itt ezt is megegyezte, hogy ennyi ember viszont nem tévedhet. Hát nem is tévedhet, mi is ezt mondtuk, hogy megbízható a Toyota Prius, de vannak típus betegségei, olyanok is köztük, amiket marha drága javítani. És érdekes módon, hogyha ezt egy másik autotípusra mondanánk, mondjuk egy, nem tudom, Peugeotra, Citroenre, Opelre, bármire, akkor mindenki fel lenne háborodva, hogy micsoda szar az a típus, micsoda hülye konstrukció, viszont a Priusnál valamiért elegánsan ezekről tudomást se veszi az, aki imádja a típust. Még egyszer, nem utálom a Priuszt, nekem is volt több Priuszom, teljesen a helyén kezelem, azt gondolom, hogy amire kitalálták, tökéletesen megfelelő, de ne legyünk már annyira elvakultak, hogy csak a Prius létezik, és semmi más ne használjunk. Következő hozzászólás. Mindig minden használt autóra költeni kell. Mindig. A lényeg, hogy legyen félrerakva még 5-600 ezer forint. Mert az hamar rá fogja költeni az ember. Így lehet csak használt autót venni. Ugye ezek nagyrészt az én szavaim a videóból idézve, így van, tehát ezt mérgelődhetünk rajta, hogy egy használt autóra rá kell költeni vásárlás után 3-4-500 ezer forintot, de ez a realitás, tehát élhetünk egy álomvilágban, hogy nem, de ettől még ez lesz. Gondoljatok bele, hogy mi történne, hova jutna a világ, ha 10-15 éves autókat meg lehetne úgy venni, hogy soha nem kell rá költeni semmit, egyszerűen csak megvennénk, becsücsülnénk és lobogós sállal elhúznánk vele a naplementébe. Ki a bubánat venne új autót? A harmadik hozzászólás. Nos, itthon használt autót venni olyan, mint az orosz rulett. Csak a 6 lövetűben 5 cső van, a golyó és egyben nincs. Ezt sem egészen értem, de nagyjából vágom, hogy mire gondolt itt a hozzászóló. Én nem gondolom, hogy ekkora orosz rulett lenne azért használt autót vásárolni, pont ezért vagyunk, hogy átvizsgáljuk az autót, kimegyünk a helyszínre, és ott fizikálisan, műszeres diagnosztikával, festékrétegméréssel, nagy szakértelemmel átvizsgáljuk az autót. Negyedik hozzászólás. Kedves Tibor, ha profi lenne, tényleg nem csak a végterméket magyaráznád. Ez a szakma egyedi, és csak azért, aki benne van. Ön szerintem csak szerepelni akar. Itt két dolgot emelnék ki, egyrészt nem utálok szerepelni, egyáltalán nem akarok szerepelni, másrészt pedig javaslom a hozzászólónak, vegye a fáradtságot, menjen már fel az autóvizsgálat.hu oldalra, és olvassa már el a biográfiámat, ott meg fogja találni, hogy mit csináltam a múltban, mit nem csináltam a múltban, mennyire foglalkoztam autókkal, mennyire se, egyébként idestől a 30 éve autókkal foglalkozok, autókat javítok rendszeresen, autószerelő vagyok, márkaszervizben dolgoztam, több autószerelő műhelyen volt, külföldön is, itthon is, de mindegy, olvassa el mindenki, aki kíváncsi rá. Na és most jön a cseresznye a torta tetejére, van egy saját különbejáratú nyomaser popunk, akit úgy hívnak, pontosabban úgy hívja magát, hogy MZ per X, ő abból is sportolt, hogy a legtöbb videónkra külön verseket kreál.
Egyébként nem is rosszabb, hallgassátok meg. Vigyázó szemetek, az autó aljára vessétek. Egy vevő a kiszemelt autó mellett tétovázik. Szeretne egy négykerekűt, amiben nem fázik. A bizonytalanság megugrik több fokozatot, ahogy a lenyugvó nap lassan elhagyja a horizontot. A láthatatlan csapdák lassan közelednek, szuper erős hálót szövegetnek. Mit sem sejtve mi zajlik körülötte, az autó szilikon fényében tekintetét elvesztette. Dönteni kell. A nap mindjárt lenyugszik. Átvizsgálás nélkül pedig az életével játszik. Állítsd meg a pillanatot, azonnal hívd az autóvizsgálatot. Köszönjük, Nyomasek Bobó! Ezután is örülünk minden egyes hozzászólásnak, amivel megtiszteltek, legyen az negatív és pozitív, és mint mondtam, a jövőben szeretnénk minden hónapban 4-5-6 hozzászólást kiemelni, amit fel fogunk olvasni, és itt a videóban reagálunk rá. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, iratkozzatok fel, osszátok meg és lájkoljátok a csatornánkat, hogyha tetszik. Sziasztok!